Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai napon ezt a 2015-ös Seat Alhambrát szeretném bemutatni nektek. Ez egy nagyon különleges autó, mert 2.0 TSI motorral van felszerelve, ami tényleg egy ritkaság ebben a kategóriában. Az autóban rengeteg extra található, be fogom mutatni őket, megmutatom kívülről, belülről, benézünk a motortérbe, és természetesen a csomagtartóba is. Kezdjük a motortérrel. Ebben az autóban már az EA888 jelű 2.0 TSI található, ez 211 lóerős ebben a változatban, és 6 sebességes DSG váltó kapcsolódik hozzá, ami hidraulikus kuplongos. Ezáltal sokkal finomabban működik, mint a például az 1.4 TSI-hez tartozó száraz kuplongos változat. Csomagtérajtó elektromos. Található benne egy normál csomagtérroló, mint egy átlagos kombiban, amit visszahúzhatunk. 7 személyes üzemben ide át lehet tenni esetleg a kalaptartót, hogyha valakinek szüksége van rá. De normál 5 személyes üzemben az a kis felél fedi mindkét oldalt. Az ülések kihajtásához, tehát a 6. és a 7. ülés kihajtásához ezt a fület kell meghúzni. Feljön ez a kárpit darab, és az ember meghúzza az egészen, kihajlik az ülés, egy mágnes oda fogja ezt, hogy ne lifegjen. Ki kell hajtani az üléstámlát, és kész. Az oldalajtók is elektromosak, sőt, a kulcsról távirányítással nyithatók és csukhatók, illetve előről, a műszerfalról és a B-oszlopokról is lehet vezérelni az ajtók nyitását és zárását. Most ott van a kalaptartó, amit ugye 7 személyes üzemmódban be lehetne tenni az ülések mögé, de ez a normál 5 személyes üzemmódban pedig itt található. A hátsó üléseket pedig teljesen egyszerűen előre lehet dönteni a beszálláshoz. És természetesen ezek az ülések tologathatóak előre-hátra. Így 5 személyes konfigurációban rengeteg lábtér marad itt is, és a csomagtér is hatalmas. Az ajtókat innen is lehet zárni. Valamint a belső kilincsről innen nyílik is. Ez az ablak emelő gombja. És ezekben az ajtókban roló is helyet kapott. Így nem kell utólagos napfényvédőt felszerelni. A hátsó utastérben is befúj a klíma, világítás is van. A középső sorban is ugyanígy megtalálható minden. Külön klímapanel van. Illetve egy pohártartó található odalent. Kihajtható asztalkák vannak, amik egyébként elég stabilak. Természetesen roló a túloldalon is. És egy hatalmas panoráma napfénytető, ami egészen a második üléssor végéig elér. Elektromos roló található rajta.
az üvegtető első részét, azt teljesen ki lehet nyitni. Az utasülés az mechanikus állítású, de található benne deréktámasz, háttámla, magasságállító, és természetesen előre-hátra. A vezetőülésben helyet foglalva előttünk van a multifunkciós kormány, amin váltófülek vannak a DSG-hez, bal oldalon telefon, illetve hangerőgomb, számváltás. Ezek a funkciók vannak, a jobb oldalon pedig az MFD-nek, a multifunkciós kijelzőnek a különböző oldalait váltogathatjuk. Nem csak radar, hanem kamera is van az autóban. A radar amúgy elő-hátul megtalálható, ráadásul automata beparkolás is van benne. Ezzel a gombbal lehet működésbe hozni. Az ajtókat innen ugyanúgy lehet nyitni, bal oldali ajtót, a csomagtér ajtót és a jobb oldali ajtót is. A klíma elő kétzónás, és ha itt megnyomjuk a hátsót, akkor a hátsó hőmérsékletet és ventilátort, illetve azt, hogy hova fújjon, azt lehet beállítani, a szinkkel pedig mind a három zónát összeszinkronizálja. A DSG váltónak köszönhetően autóhold is van az autóban, ami most azért nem világít, mert nem kapcsoltam még be magam. De ez egy nagyon kényelmes funkció, nem kell a féken állni, hogyha az ember áll a lámpánál. Itt egy tároló található. Napellenző, megvilágított tükrökkel. Hoppá. Egy napszemüvegtartó. Olvasólámpák, automatikusan sötétedő visszapillantó tükör. A könyöklő sztologatható előre-hátra. És ilyen racsisan állítható a magassága, tehát például be lehet állítani ide. Ha valakinek ilyen magasabb állásban szimpatikus, benne egy tárolórekesz. Megvilágított és hűtött kesztyűtartó található még az autóban. Elektromos gyerekzárak, amit ajtónként külön be lehet kapcsolni. Igazából rengeteg minden van. És a két szélső ülés, az beépített ülésmagasítóval van ellátva. Így például egy 6-7 éves gyereknek már nem kell gyerekülést használnia hozzá. Ülésfűtés is található benne. Remélem tetszett ennek a különleges, nagymotoros Seat Alhambrának a bemutatója, és találkozunk a legközelebbi videónál. Sziasztok, minden jót!